Sitl Eszter vagyok, szociálpolitikus, a Citizen Go alapítványnak vagyok a magyarországi közösség szervezője. És ez a Citizen Go alapítvány, ez egy konzervatív, családi értékek mellett kiálló keresztény konzervatív alapítvány, így fogalmaznál gondolom, igen, te is. Igen, három alapvető témánk van, az életvédelme és az emberi méltóság védelme, a fogantatástól a természetes halálig, akkor a család és a házasság melletti kiállás is a vallásszabadság védelme, így főképp az üldözött keresztényekre is koncentrálunk. Uh-huh. Hát ugye most így különösebb aktualitása a második témának van, hiszen most van a Pride hónap, meg ugye a magyar közélet az elmúlt 4 hétben azzal telt, hogy ki milyen zászlót hova rak, és azzal hova rohan el, tehát ez volt az egyik fő politikai témánk, és én arra gondoltam, hogy szerintem ezt érdemesebb kicsit kifejtősen, és egy ilyen szimbólumháború helyett erről beszélgetve megfogni, hogy te mit értesz alatt, az alatt, hogy családi értékek, vagy hogy definiálnád, és hogy szerinted mennyiben van ez, van akár a konzervatív definícióban változás ahhoz képest, hogy mondjuk milyen volt ez a viktoriánus korban, és milyen most? Hát nyilván az ipari forradalommal azért a családkép is megváltozott, és most egy ilyen nukleáris családról beszélhetünk, anya, apa, gyerekek, és korábban azért a generációk együtt éltek. Úgyhogy én amikor családvédelemről beszélek, akkor alapvetően a családok jólétét tartom szem előtt, és erre vezettem le a többi megállapítást, például, hogy egy gyereknek szüksége van anyára, apára, és azért mondom, hogy a házasság egy férfi, egy nő egysége, nem azért, mert hogy most ideológiailag van erre egy szabály, hanem megnézve a bizonyítékokat, hogy mit mond akár a kutatások, mi a tapasztalat, és hogy az emberi antropológia alapján is erre a következtetésre jutok, hogy ugye a gyerekek egy férfi és egy nő szerelme kapcsán jönnek létre, és jönnek a világra, és hogy ezért számukra a legtermészetesebb olyan közeg, amire szükségük van, az az alapvető rendszer, amire igen, szükségük van, az a család. Igen. Ugye az értelemszerűen, amit elmondtál, hogy ez az ipari forradalom miatt megváltozott, én azt mondanám, hogy ez értelemszerűen így van, emellett megváltozott amiatt is, hogy a szexuális technológia fejlődésével, tehát a fogamzásgátló, és itt főleg a tabletta, nem csak a koton miatt, a szexualitás és a reprodukció elvált. Ugye a kettő nem feltétlenül van egységben a legtöbb ember megélt mindennapi életében. Tehát mennyire érzed ennek ellenére korszerűnek ahhoz ragaszkodni, hogy ugyanaz a ipari társadalom utáni családmodellről beszéljünk úgy, hogy van ez a hatalmas technológiai változás közben? Hát, hogyha így a gyerekek szempontjából nézem, akkor nekik az az érdekük, hogy egy szerető családban a hosszú távon egymás mellett egy életre elkötelezett anyával, apával nőjenek fel. És ilyen szempontból, ha már odáig eljut valaki, hogy összeházasodnak, akkor én azt gondolom, hogy ugye a hűség is egy milyen alapvető érték, akkor az a jó, hogyha ők hűségesek egymáshoz, és hiába van fogamzásgátló, például a férfi nem fog elmenni nőzni, mert a fogamzásgátló miatt nem lesz következmény, nem fog kiderülni. Szóval én itt is azért, én és nagyon, nekem azért sok olyan ismerősöm van, akik továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy szexuális életet a házasságban élnek, így a gyerekekre nyitottan. Tudom azt, hogy ez nem többség, hogy egyre kevesebben vagyunk ilyenek, de továbbra is azért ez még azért él a társadalomban. Tehát természetesen, mivel vallásszabadság van, ezért akik így szeretnék az életüket élni, azoknak, hogy mondjam, sok sikert kívánok. De mégis és nem akarok ilyen kormányellenzék vitát belehozni ebbe, mert szerintem ennél bizonyos szempontból fontosabb kérdés. Csak ha megnézzük, nagyon helyesen az, hogy a születendő gyermekek számát ugye támogatjuk, mint magyar állam, hogy szülessenek gyermekek, ez a házassághoz van kötve. Mégis azt látjuk, hogy a legtöbb nagyon sok gyermek születik már házasságon kívül, 48-49% ezeknek az aránya. Ráadásul a házasságban született gyermekeknél is rengeteg a válások száma, ezért a legtöbb házasságban született gyermek is mozaik családban nő föl a végén, hiszen első házasság, második házasság, és egy tulajdonképpen bizonyos szempontból egy ilyen tehát egy többé ágazó viszonya van, mint ez a tradicionális kép, amit te elmondasz. Igen, korunkban én egy problémának gondolom azt, hogy nagyon sok gyerek csak az egyik szülőjével nő fel, mert vagy elváltak a szülei, vagy eleve ugye úgy érkezett, hogy az apuka például lelépett, amikor megtudta, hogy az anya várandós, nagyon sok ilyen is van sajnos. Személyesen nekem olyan jó barátaim is vannak, akikkel ez történt, és én azt látom náluk, hogy ez nem egy olyan helyzet, amit a gyerek úgy ért meg, hogy hurrá,
sokszor tanulhatott belőle, erősebb lehetett ezáltal a gyerekkori szenvedések, ugye veszekedések, vagy válás is az est kísérő trauma által, hogy az egyik szülőjét így a napi szinten elveszti. De semmiképp sem egy pozitívum. Úgyhogy ez egy létező jelenség, azzal abszolút egyetértek. De én úgy gondolom, hogy az lenne a jó irány, hogyha minél több gyerek ebben a szerető közegben úgy tudna felnőni, hogy megélheti azt, hogy az anyukája és az apukája vele van. Szerintem ez az, amit mindannyian úgy erre vágyunk. Mármint, hogy abban biztosan igazad van, és hogy a gyermeknek szüksége van valamilyen jellegű érzelmi stabilitásra, ahhoz, hogy fel tudjon nőni. Ugyanakkor azért annak, hogy a nukleáris család, tehát a apu, anyu, két gyerek hogy rendeződik be, annak van egy nagyon erős gazdasági alapja is. És azért ez bizonyos szempontból egy olyan ábrándból jön, ahol ugye egy fizetésből el lehet tartani a feleséget is, meg a két gyermeket is. Ez ma már senki számára statisztikailag mondva nem elérhető, ugye egy fizetésből nem lehet. Régen, mondjuk klasszikusan, ahogy ez volt, egy tanári fizetésből ugye el lehetett tartani ennyi embert. Ma már ez értelemszerűen nincs, mert teljesen megfordult a gazdaság, vagy megváltozott a gazdaság szerkezete. És azért ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy megvan annak a gazdasági alapja, amit ti, hogy mondjam, elvártok a társadalomtól, nem? Hát az, hogy egy anya és egy apa hűséges legyen egymáshoz is, boldogan nevelik a családot, szerintem az azért meg lehet. Az most egy másik kérdés, amit behozol, ugye, hogy az anyának sok esetben a munkaerő piacra kényszerül, vagy úgy dönt, hogy oda szeretne menni. Mert azért úgy jutottunk el ide, hogy azért a feminista mozgalom ezt ki is követelte, hogy én szeretnék a munkaerő piacra menni. Szóval azért ez fokozatosan vonódtak be a nők a gazdaságba, és most már úgy, már az államnak is az az érdekét Magyarországon is látjuk, ugye, hogy nagy sikerként jelentik be, hogy akkor ha bölcsödéket bővít, hogy akkor az anyuka kiskorba is tud a gyerekekhez menni. Én egy kicsit egy lépést visszanézek, lépek, és örömmel gondolok vissza arra, hogy az én anyukám sokáig velem tudott lenni, szóval nem kerültem bölcsibe, hanem azt még otthon tudtam megélni, úgyhogy ennek is van egy értéke, szóval ez szerintem továbbra is nem érdemes azt... Én bölcsi, tehát hogy én voltam bölcsi, édesanyám, tehát hogy mondjuk karriert csinált, és szerintem ez nem egy... Tehát ettől nem gondolom, hogy rosszabb gyerekkorom lett volna. Igen, ezt is én teljesen el tudom fogadni, de azt látom, hogy szerintem mindkét döntésnek egy olyan társadalmat képzelek én el, vagy amit tartok jónak, hogyha egy anya úgy gondolja, hogy ő otthon maradjon, akkor akár úgy, hogy a család visszavesz a költekezésből, és hát tudom, hogy sokszor sajnos nem lehetséges, ezért szerintem én az államtól is ezt várom, hogy tegyék lehetővé igazából a választás lehetőségét, hogyha egy anya el akar menni dolgozni, akkor megtehesse, és hogyha pedig otthon szeretne több évig lenni, akkor meg ne. Mondjuk azért itt ugye sok nemzetközi munkatársam van a Citizen Go-nál, és azt látom, hogy ott 3 hónap után a nők úgy mennek vissza dolgozni, ugye ebben a nagyon fundamentalista, konzervatív keresztény szervezetben, hogy visszamennek dolgozni. És Magyarországon azért az a jellemző, hogy amíg egy gyerek azért egy másfél-két, akár 3 éves, ott azért kapja az anyuka a gyest, hogy azért sokan döntenek úgy is, hogy ezt az időszakot kihasználják, és én ennek azért örülök, mert a kisgyerekkori fejlődés miatt szerintem ilyenkor azért még tényleg most így az első évekre gondolok szükséget. Szerintem a magyar helyzetben egy nagyon-nagyon kis rétegnek döntés ez. Az emberek legnagyobb részének ez egy megélhetési kényszer. Tehát ezen kéne változtatni. Így van. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a legtöbb ember, aki gyermeket vállal, az milyen bérszínvonal mellett és hogy teszi, akkor az, hogy 2 kereső legyen, azt mondom, egy kényszer. Itt amúgy arra szerintem érdemes visszatérni, hogy ugye a jelenlegi családpolitika a születendő gyermeket helyesen támogatja, de ez csak akkor teszi, ha ez a gyermek házasságban születik. Én azt megértem, hogy neked van egy olyan értékválasztásod, hogy ez helyesebb, mint hogyha élettársi kapcsolatban születik, de hát nagyon sok gyermek születik élettársi. Mire gondolsz, hogy nem támogatja a gyereket? Hát nagyon sok az egész csok rendszernek, meg ennek a családvédelmi akciótet. A csokot kaphatják, de van nagyon sok olyan része, van például a hitelezésnek egy jelentős része, de mondjuk tudnám mondani jelentősen a jogrendszerben a házasságot ugye preferálja például akár mondjuk az örökbefogadás tekintetében is. De ugye gyakorlatban, bocsánat, mivel igen. Lesz rosszabb annak a gyereknek, mert a családi pótlék az úgy tudom, hogy nagyobb. A családi pótlék az 3500 forint, nagy, igen. A bölcsödékben mondjuk pont például ott előnyt érveznek az egyedülállók, mert ott jelenleg egy embernek kell fenntartani, akkor most ilyen Erzsébet táborokba külön mehetnek, van egy ilyen program, akiket egyszülősök nevelnek, és
azért úgy látom, az egyszülős központ, szóval azt látom, hogy azért úgy egy kis figyelem kezd. Igen, egy kis figyelem, de én egy elvi kérdést szeret. Amúgy van, mondom, a jogrendszerben örökbefogadás, akár mondjuk a gyámságnak a kijelölése, ahol a házasságnak jogi előnye van. Én ezt a hátrányt nem látom, amit mondasz, hogy... Hát inkább úgy a mondom, hogy... szempontjából. Hogy van-e egy államnak, ami elvileg ugye az egyháztól elválasztva létezik, arra szerintem zárójelben érdekes kitérni, hogy a polgári házasságnak milyen köze van az egyházhoz, ez egy érdekes filozófiai kérdés, de hogyha az egyháztól függetlenül létezik, van-e, vagy jó-e, hogyha megkülönbözteti a házasságot és az egyedülálló, vagy nem is egyedülálló, mert legtöbbször ezek élettársi kapcsolatban nevel gyermekeket egymástól? Ugye a hitelezés, illetve a babaváró hitelre gondolsz, de ott én azt látom az államnak a gondolatában, hogy ezt miért hozták létre, hogy előre tervez az a család, akik összeházasodnak és nyitottak a gyerekekre, az már egy eleve megteremtik előre, nem csak úgy majd meglepetésként érkezik a gyerek, ami sokszor mondjuk az élettársi kapcsolatnál, hanem megteremtik azt a családi fészket, szép lehet, csak albéret, aztán majd később, ha lehetőségük van, akkor valami kis lakást vesznek, hogy egy biztos alapra épüljön a gyermekvállalásuk. És én azt gondolom, hogy ebben támogatja őket, ebben a legbiztosabb közegben, ami ugye a kutatások szerint is ugye a gyerekeknek az egy biztonságot, hogyha megnézzük ugye az összes egy nagymintás kutatásokban, hogy mennyi a házasságban nevelkedő gyerekeknek például a lelki fejlődése, az biztonságban érzik magukat, és jobban lesznek, én most egy nagy átlagokról beszélek, mint például akiknek egyedülálló vagy még az élettársinál is. Hogy nem járnak ki be a különböző élettársak, egy élettárs is lehet egyébként örök életre, azt is el tudom teljesen fogadni, de éppen amiatt, mert egy élettársi kapcsolat törékenyebb, mint a házasság. A házasság is nagyon törékeny, nagyon sok a válás. Épp ezért mégiscsak egy kicsit biztosabb közeg szerintem a gyereknek. Csak ugye ezeket a támogatásokat elvileg, ha a kormánynak a retorikát, és amúgy a te retorikádat is nézzük, nem a szülőknek adjuk, hanem a gyermek miatt adjuk. Ugye ez a születendő gyermeknek szól. Mi arról beszélünk, hogy minden gyermeket támogassunk, hogy megszülessen, ugye ennek van a demográfia, és ha már megszületett, akkor a lehető legkönnyebb legyen az életkezdése. Életrendszerűen, ha szülei nem albérletben vannak, hanem van saját lakásuk, az a gyermek életében egy nagy pozitívum. Ugyanaz a gyermek, akit amúgy, ha most a te logikádat nézed, önhibáján kívül születik egy élettársi kapcsolatban, neki ugyanazt meg kell kapni, azt a gazdasági támogatást az államon keresztül, meg a szüleink keresztül, amit megérdemel egy másik gyermek. Csak a babaváró hitel nagyon nehéz lenne, hogy két ember, akik még összesen kötötték az életüket, most vegyenek fel együtt hitelt. Ugye a babavárót is sokan kritizálták amiatt, hogy mi van, ha majd elválnak, akkor majd gazdaságilag ez rossz lesz, nem tudják visszafizetni, ellehetetlenülnek. Szóval én úgy gondolom, hogy még nagyobb a rizikó, hogyha ezt a hitelt úgy osztanák, hogy most mindenkinek, aki még nem is házasodott össze. Ugye én nekem az a gondolatom, de ehhez még el kell tennie 5-10 év, hogy ezt kutatásokkal lehessen bizonyítani, hogy szerintem a házasságok relatív drasztikus növekedése az elmúlt két évben, az részben pontosan azért van, mert ez egy gazdasági incentívát ad a házasságra egy élettársi kapcsolatnál, hogy akkor ezzel a hitelkonstrukcióval vagy egyéb gazdasági konstrukciókkal lehet élni. Az egy nem valódi keresztény-konzervatív erkölcsiségből hozott döntés, hanem egy tisztán gazdaságilag racionális döntés, amivel nem azt mondom, hogy ez rossz, ez a helyzet, ők így tudják a legjobb életüket kialakítani, csak hogy ez ebből a szempontból az egészet arra akartam kifuttatni, hogy szerintem ez egy picit olyan társadalom mérnökösködés, mint amivel a jobb oldal szokta a bal oldalt vádolni, mert egyszerűen az ideológia által preferált intézményt gazdaságilag vonzóvá teszik a nagy többség számára. Abban egyetértek, hogy ez az egyedül a gazdasági, az semmiképp sem elég. Szóval én például ilyen kulturális változást is kívánok, hogy az emberek maguktól házasodjanak, és ne csak azért, hogy aztán fölvegye a csokkot és a babavárót. Úgyhogy szerintem egy szemléletváltás nélkül nem lesz ennek nagy hatása, de bízom benne én, hogy el fog indulni egy szemléletváltás is. Szóval abban egyet tudok érteni, hogy csak ezt ilyen gazdasági alapon nézni a családokat, az mindenképp tévút. Viszont egy kis segítségnek ebben a magyar helyzetben, amikor nagyon fogy a nemzetünk, és úgy már gazdasági szinten is az állam ezzel kezdeni akar valamit, és hogyha most így a nemzeti érzéseket nézzük, azt is nem szeretnénk elfogyni, szeretnénk még, hogy 500 év múlva is itt legyünk magyarok, akkor azért valamit érdemes tenni, ezen gondolkodnak másokan ugye az elmúlt évtizedekben. És hát ez most kipróbálják ezt az utat, hogyha gazdaságilag megtámogatják a családokat, akkor mi lesz, és meglátjuk, hogy beválik-e. Igen, ugye alapvetően a
Tehát ha megnézzük a magyar 20. századot, azért szerintem annak a fajta, tehát abban volt egy nagy konszenzus, amiben sajnos még az állampárt is benne volt, hogy összességében egy legalább stagnáló demográfiai helyzet lenne az ideális, tehát hogy legalább stagnáljon a magyarság létszáma. Csak ugye, hogyha megnézzük, ennek a legrosszabb példája ugye a Ratko korszak volt, amikor részben ugye abortusz tilalom volt, illetve gyermektelenségi adó, ami vezetett egy baby boomhoz, meg utána vezetett még egy baby boomhoz. És mennyi gyerek megmenekült azért, most életvédőként is hagyd tegyem hozzá, hogy azért most legrosszabbnak mondani, amikor mennyi gyerek akkor megmenekült az abortusztól, a nagypapáink, apukáink, itt az a generáció. Igen, az 50 és 55 közöttiek megmenekültek az abortusztól, de azért az nem volt egy jó korszak, tehát ott a... Nyilván kommunizmus legrosszabb éve. Meg hogyha megkérdezzük a mi nagyszüleink generációját, hogy mi volt az ő véleményük a Ratko korszakról, meg mit gondoltak róla, azt gondolták, hogy az ő legprivátabb magán életükbe beleszól az állampárt, abba, hogy ki, hogy mondjam, mit csinál a paplan alatt, apa van ott, az anya meg a majré, azt hiszem, hogy ez volt a régi klasszikus antikommunista mondás, tehát hogy azért szerintem az ilyenekkel azért kell nagyon óvatosan bánni, mert ez valamilyen szinten az embereknek a legbelsőbb magánügye. Most abortuszáink közügynek érzem, hogy emberi személynek a megöléséről döntünk. Akkor most csak beszéljünk a gyermektelenségi adóról. Én szívesen vitázok arról is órákat, ezt a ismerőseim tudják, bocsánat, de visszatérhetünk szerintem. De... Akkor beszéljük a gyermektelenségi adó, az is volt, az mondjuk pont egy nem az abortusszal kapcsolatos beleszólás abban, hogy ki, hogy mennyi gyereket vállal. Tehát ennek van egy magán életi része is azért, egy személyes döntés része is. De azért a megtámogatás, én abban azért nem látok olyan rosszat, hogy támogassuk meg azokat, akik úgy döntenek, hogy biztos alapon... De ebben én se deltem, tehát ebben egyetértünk. Csak szeretnéd azt, hogy több támogatás legyen, akik nem házasok. Így én van. Viszont a házasság intézményében látok egy olyan pluszt, ami miatt, hogyha az állam nem azért támogat a gyermekek biztonsága miatt, azt szeretné, hogy minél több ember azt válassza. És ezért teszi ezeket a támogatásokat. Oké, ugye van a... Értelemszerűen vannak emberek, akiknek nem lehet gyermekük biológiai okokból, és ezért az örökbefogadásnak a jogi procedúráját könnyítette most a kormány, amúgy egy teljes, hogy mondjam, parlamenti egység ellenszavazat nélkül, nagyon ritkán vannak ilyen dolgok. Én nekem amúgy voltak a dologgal kapcsolatban kételjeim, nem értek hozzá eléggé, hogy ezeket a kételyeket érdemben ki tudjam fejezni, tehát szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés az, hogy mennyi időt hagyunk, ugye, hogy egy szülő még kapcsolatba léphessen a gyermekével, mielőtt kiemeljük a családból. Ezek tényleg olyan kérdések, amiket szerintem nagyon nehéz eldönteni, de mindegy, megkönnyítették az örökbefogadást. Ha megnézzük azokat a tradicionális konzervatív gondolkodókat, akik a házasságnak a amúgy szociálpolitikailag is pozitív dolgait nézik, mint a Gertrude Himmelfarb régi kedvencem, ő például azt mutatja, hogy minden egyes mennyit fog keresni, mennyire büntetlen előéletű, milyen végzettsége lesz, ezekben a örökbefogadott gyermekek mindig nagyon-nagyon jól teljesítenek, mert ugye az a ideológia mögött, hogy annyira akarnak gyereket, hogy utána nagyon nagy erőforrás hoznak létre. Hogy ebben az esetben az egyedülállóknak, és most nem akarok beletérni ezen kívül sem másba, de az egyedülállóknak az örökbefogadása az miért nem egy... Miért kevésbé támogatandó, mint mondjuk egy házasságban történő örökbefogadás? Magyarországon sokkal többen várnak örökbefogadásra, uh-huh. Több évet kell várni örökbefogadásra. Igen. Magyarországon. Ebbe az is közbejátszik, hogy a fogyatékos gyermek, a cigány gyermek, hogyha testvérsorok vannak, vagy sokszor bennmaradnak a rendszerben, uh-huh. senkinek nem kellenek, szóval ez az egy ilyen egyik része. Viszont ez mint egy házasság alapelv, most csak ismételni tudom magamat, mert az állam azt tartja, és a társadalom nagy része a házasságot tartja annak, hogyha már az a gyerek annyit szenvedett addig, mert én jártam nagyon sok a gyerek otthonokba, vagy látom azt, hogy jut el odáig egy gyermek, akkor már utána nem csináljuk már azt, hogy akkor most se fogsz kapni egy anyát, apát, amitől még egy kicsit helyreállhatna az emberképet, tanulhatnál anyai mintát, vagy női férfi mintát, hanem még inkább ugye csak egy szülővel lesz, ami azért annak a szülőnek
mindent megtehet, de a másik nemű szülőt nem fogja tudni pótolni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért van támogatva így a törvényben is az, hogy elsőbséget élvezzenek a házaspárok, mert amíg még van házaspár, aki örökbe akarja fogadni azt a gyermeket az országban, szerintem addig nagyon fontos lenne, hogy akkor ahhoz a házaspárhoz kerüljön. De nem, ezt még el is tudnám fogadni, az egy probléma azért, hogy azt mondjuk, hogy minden egyes házaspár alkalmasabb szülőnek, mint minden egyes egyedülálló ember. Nem is gondolom így, vannak nagyon botrányos esetek, de most azért egy államnak nem az ilyen egy-egy... Értem, hogy törvényalkotás szempontjából ez nehéz. Szerintem hogy ezért kell magának a hatóságnak a lehető legnagyobb szabadságot adni, mert alapvetően ő az, aki látja az egyik felet, meg a gyermek, tehát hogy ezért mégiscsak ők azok, akik ezt a rendkívül felelősségteljes döntést meghozzák, de itt csak igazából az, hogy akiket, mert te is behoztál ilyen érvet, személyes ismeretségből ismerek, egyedülálló embereket, akik örökbe fogadtak, és azért ott is egy nagyon-nagyon hosszú időn át tartó személyes döntés, egy nagyon akartak gyereket, nagyon szeretettel, nagyon szeretettel nevelik azt a gyermeket, annak a gyereknek összehasonlíthatatlanul jobb azzal az egy emberrel lenni, mint benn lenni egy állami gondozott intézménybe. Tehát azért szerintem az is, csak erre akartam igazából kiukadni, hogy az is lehet egy nagyon szép dolog. Ja, vannak ilyen történetek, ezzel én sem vitatkozom abszolút, de azért azt mindig úgy jönnek ezzel, hogy mondjuk ez a homoszexuális párnál, vagy a borzalmas intézményben. Mondom, hogy amíg vannak sorban... Én azt a szót, hogy homoszexuális nem mondtam ki. Én mondom, hogy ezt abban a vitában szoktam mindig látni, hogy sokkal jobb az egyedülállónál, mint az intézményben, hogy lehet, hogy például lehetett volna a házaspárnál is. Szóval azért úgy nem csak ez a kettő van ilyenkor, hogy hol a jobb a gyereknek, ezt döntsük el az intézményben, vagy az egyedülállónál, vagy a homoszexuális párnál, hanem itt a magyar rendszerben azt látjuk, hogy azért lennének, még ha nem is abban a megyében, de más megyékben még lehet, hogy lennének, akik meg sem mutatták a gyereket, hogy mondjuk egy házaspár. És amúgy ez egy teljesen más jellegű kérdés, én ehhez mondom, tehát ez az örökbefogadás kérdéséhez nem igazán értek, én a szociálpolitikán belül sem ezzel foglalkozom, mindjárt átérek az érdemükémre. Így van, hogy az amúgy miért, mert azt a rendszer hagyja, és én meg is értem, hogy a rendszer miért hagyja, de mit lehet azzal kezdeni, hogy nagyon sokan nem hajlandóak cigány gyermeket örökbefogadni? Szerintem ilyenkor jó lenne hát az egész társadalomban ugye a cigány ellenességet csökkenteni. Ez minden, akár lehet erre előadásokat, vagy plakátkampányokat, vagy hát azért ez erre lehet szerintem. Mert ha én végig gondolom azt, amit én tudok a keresztény konzervatív ideológiáról, azért azzal, ha valami ellent mond, az az, hogy valaki csak a származása miatt nem kapja meg ugyanazt az esélyt az életben. Ez borzalmas, úgyhogy szerintem ezt le kéne bontani azokat a vélt, vagy az az előítéleteket, ami lehet, hogy egy-egy cigány valaki találkozott akivel rossz emléke maradt, de hogy ezt azért tanuljuk meg, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy egész közösség az olyan. Jó, mindjárt még mielőtt rátérek a homoszexuális kérdésre, mert úgy látszik ez fontos, rátérnék valamire, ami szerintem fontosabb. Ugye a családról nagyon sokat beszél a kormányzat, család így, család úgy. Én azt látom, hogy az egész szociálpolitikában a család arról szól, hogy apu, anyu, gyerekek, és az, hogy mi lesz az emberekkel, amikor már idősek lesznek, ezzel alapvetően nem foglalkozik. Nincs, ha már várólistákról szól, és éveket kell várni, idős gondozási intézményekben éveket kell várni, az otthonápolási díj 38 ezer forint, közben a demencia egy népbetegség, és arról, hogy, és ugye azt mondja közben az emmi, hogy ezt oldják meg a családok, értelemszerűen nem tudja valaki, aki nevel két gyereket, közben dolgozik, a férje is dolgozik, még az anyósáról gondoskodni. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud, főleg a leggyakoribb életeset, én ezzel sokat foglalkoztam, az, hogy ráadásul ő mondjuk Vasvárból származik, és beházasodott Győrbe, tehát még nem is tud fizikailag az mondjuk az édesanyjáról gondoskodni, meg ott lenni, hogy nem gondolod-e, hogy ha már családi értékek, ezzel a részével is kéne foglalkozni? Úgyhogy én is úgy gondolom. Hogy akkor beszéljünk arról, amiről mindenki beszélt, ugye én nekem van egy, hogy mondjam, tehát én nyíltan homoszexuális vagyok, és akkor ezért nekem ez egy nagyon nagy belső lelki vívódás volt, hogy ezzel kapcsolatban mondjak-e valamit nyilvánosan, vagy nem mondjak-e valamit, vagy mit mondjak. Én arra jutottam, hogy erről csak egy ilyen egyrésztről, másrésztről kéztördelő álláspontot tudok képviselni, ami milyen rossz, aztán rájöttem arra, hogy annyira hiszterizált lett ez az egész közvélemény ezzel kapcsolatban, hogy ennek az egyrésztről, másrésztről kéztördelő álláspontnak is lehet, hogy van helye, amellett, hogy mindenki elmondja, hogy az ő álláspontja egyedül morálisan helyes. Hogy szerinted
Vagy hogy mi szerinted a baj a szivárványos zászlóval? Hú, hát szerintem az össze most nagyon sok minden dolgot, úgyhogy most első bajként azt mondanám, hogy nem is tudjuk, hogy mit képvisel. Szóval olyan extrémitásokat képvisel, amit lehet, hogy valaki támogatja mondjuk azt, hogy a homoszexuálisok gyereket fogadjanak örökbe, de nem támogatja azt, hogy gyerekeknek már hormonkezelést adjanak, de mindegy. Én például nem támogatom azt. Igen, ezt tudom is rólad. Mind a két csoport ez alatt az ászló alatt megy, és egy ilyen nagy kavalkád van, és politikai követelésekkel. Szóval, hogy akik felrakja az zászlót, az mit jelent? Melyik követelésével ennek a mozgalomnak ért egyet? Mit jelképez ez a szivárványzászló? És mondhatom azt, hogy én a legtöbb követeléssel nem értek egyet, de szerintem sokan vannak, akik lehet egyikkel igen, másikkal nem, és ez így mindent összemos, és alapvetően én úgy gondolom, hogy ez az erkölcsöt akarja megváltoztatni, a közerkölcsöt. Uh-huh. Úgyhogy itt lehet mondani, hogy a törvényi változásokat, meg hogy ugye több lehetőségeik legyenek, de én a végső célnak ennek a mozgalomnak, LMBTQ, mindenféle mozgalomnak. Senki sem tudja végigmondani. Igen, én azt látom, hogy az alapvető erkölcsi pontoknak a megváltoztatására fut ki, mert addig igaziból nem nyugszanak, amíg még nem is elég, hogy toleráljuk. Mert egyébként én azt gondolom, hogy én tolerálom azt, hogy te élhetsz olyan életet, amit élsz. Én nem fogok. De én nem is tudnék ebbe beleszólni, nem is akarok ebbe beleszólni. Ha barátok lennénk régóta, akkor valószínűleg elmondanám azt, hogy én azt ajánlom, hogy mondjuk ne így csináld, vagy hogy ezt így ezt én így elmondanám azt, hogy a hitemből mondjuk mi adódik, mit látok az életben, de ez csak egy ilyen jó tanár, szerintem azt mindenki, még ha nem is értenek együtt, egyet ismerősök vagy barátok meg tudnák tenni, de nem akarnám téged ebbe a fizikai erővel megakadályozni. Ugye ezt én tolerálom, ezt jelenti ugye az, hogy ő csinálja azt, én csinálom azt, megy az élet tovább. Viszont már itt ez nem csak erről van szó, hanem ennek támogatni kell és ünnepelni kell, és hogyha már valaki már csak rosszat is gondol róla, mert szinte már akkor ugye beleesik ebbe a homofób kategóriába, vagy hogyha mondjuk nem szeretné, hogy a gyerek Disney mesékben bejöjjenek már mondjuk a homoszexuálisok. Vannak ilyenek a gyerek Disney mesékben? Igen, nekünk több kampányunk is folyik, és az első az volt, hogy a Jégvarázs 2-ben szerették volna behozni. Csak az egyet láttam. Én akkor mentem a Citizen Go-t, csak azért hozom ide, és az első cikk, amit ugye az én petíciómról, amit hoztam Magyarországra, az Index írt, hogy homofóbok tüntetnek a Jégvarázs 2 ellen, az volt, amikor így becsatlakoztam ebbe a munkába. Most tényleg csak a Jégvarázs egyet láttam, mert vannak unokahúgaim, meg unokaöcsém, akik ebbe a korban van. Lesbikus, mert lett aztán ellen lobby Twitteren, a LMBT-vel, aztán jött a családvédő lobby, és végül úgy döntöttek, hogy nem. De érdekes. A háromban most már újra követelik az LMBT szervezetek, hogy akkor a háromban. Igen. Csak hogy azért szerintem ez, hogy én ezt a véleményt mondtam, akkor már engem is már megbélyegeznek. Ha én ezt nem ünneplem, és valamelyik törekvésnél meg szeretném állítani, mert én ezt egy rossz törekvésnek tartom, akkor már rögtön ez úgy jelent meg a társadalomban, hogy akkor én nem vagyok elég elfogadó, stb. És én ezt is problémásnak látom. Értem, szerintem nagyon sok mindennel nem értek egyet. Nekem az a bajom inkább a szivárvány, két bajom van a szivárványzászlóval. Az egyik az, hogy én nem értem a magyarországi kontextusát a szivárványzászlónak, én ezt egy Amerikában definiált szimbólumnak érzem. Magyarországra egy bizonyos szempontból kultúrimperialistának tartom behozni, mert úgy érzem, hogy egy teljesen külföldi szimbólum, ami arról szól, hogy mi a fejlett nyugat, és akkor a fejlett nyugat elmondja mindenkinek, hogy mit kell gondolni, és ez bennem is negatív érzéseket kelt. Ez az egyik. A másik, hogy nekem van a, hogy mondják, az LMBTQ mozgalomban én az LMB-nél állok meg, igen, tehát hogy nekem onnantól van egy bizonyos szempontból egy old school, második hullámú feminizmusból adódóan van egy ellenvetésem, annak ellenére, hogy nem értek egyet azzal, hogy bárkit, akárki, akármit csinál, bármilyen módon az állam üldözzön. Ja, ezzel abszolút akkor is, hogyha nekem az az álláspontom, hogy férfiak meg nők léteznek a világon, és nem lehetséges a nemi átalakítás, ennek ellenére, ha valaki ezt akarja csinálni, és utána Bettinának akarja magát hívni, én úgy fogom hívni, mert polgári úriemberként neveltek, amúgy pedig, ha nem erőszakolja rám, hogy én azt mondjam, hogy nem csak férfi meg nő van, akkor azt a ruhát hordja, azt csinál, amit akar felőle. Csak sajnos már erőszakolják, és nekem egy munkatársam ellen megy egy fel, hogy egy ilyen transz aktivista nő, aki született férfi, vagy nem tudom minek hívjam, az már egész a házáig zaklatták, ugye ő is ilyen családvédő aktivista, és ott mérgesebbek rá, mert ott már ugye elfogult a helyzet, és ő nem volt hajlandó a
csak az eredeti nemény volt hajlandó ugye angolba is utalni rá, és emiatt beperelték, és egy komoly bíróságon folyik a per. Szóval az a baj, hogy ezek a stratégiai perek, meg az LMBT lobbinak a nagy eszközei. Én is tanúskodtam perben, ami rágalmazásról szólt egy nagyon hasonló ügybe, tehát még Magyarországon. Tehát, hogy értelemszerűen vannak itt ilyen dolgok. És te is transzfób leszel, hogyha ezt még tovább folytatod, és még velem beszélgetsz. Mindenki, aki azt gondolja, hogy transzfób vagyok, már mielőtt veled leültem, tehát nekem erről, na, hogy mondjam. Vagy akkor, jó. Én nekem... Én homofób és transzfób is én, akkor. Én csak, hát nem tudom, lehet, hogy mind a kettő, de valószínűleg csak az utóbbi. De azt gondolom, és van igazság abban, amit mondtok, hogy Nyugat-Európában ez mennyire túlment, és hogy ennek mennyi negatív hatása van. De azért azt gondolom, hogy Magyarországon 10 éve van egy jobboldali kormány. Van egy jobboldali média túlsúly, mellett egy jobboldali kultúrintézmények beli túlsúly. Tehát én szerintem az nem egy érv folyamatosan, hogy ti el vagytok nyomva, mert a baloldali, liberális, LMBTQ lobby, tehát most az önkormányzati választásokon történt részleges győzelem miatt bizonyos emberek, akikről amúgy lehetett tudni, amikor az emberek megválasztották őket, tehát ezt senki nem úgy rakta ki, hogy... Tehát az, hogy Baranyi Krisztina mit gondol ebben a kérdésben, az nem kéne, hogy meglepjen senkit. Hát ezt többször elmondta előtte is, ennek ellenére így döntöttek az emberek, tehát ez egy legitim politikai véleménynyilvánítás. Igen, már előtte is mondták, hogy ezt támogatni fogják, meg így majd van. A főpolgármester vitál, és mindegyik ki fog menni a Pride-ra, vagy ez így alapvetően van. Ez nem zsákba macska. Igen, tehát én csak azt akarom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy szerintem az egész PC ellenes dolog, annak ellenére, hogy én a jelentős részével egyetértek, annyit csinál, hogy elmondja, hogy mi el vagyunk nyomattatva, és ez szörnyű, de nem mutat alternatívát, vagy azt az alternatívát, amit mutat, az már bizonyos szempontból túlhaladta az élet. Tehát én nagyon-nagyon nagy, hogy mondjam, szimpátiával tudok viseltetni azokkal az emberekkel szembe, akik a magánéletükben megélik, és utána elvárják a világon egy ilyen hittérítő módon a keresztény-konzervatív erkölcsöket. Szerintem ez egy teljesen legitim pozíció. Egy zárójelet azért nyitnék, hogy nagyon sokan, akik most megszólalnak ebbe a jobb oldalon, hogy milyen keresztény-konzervatív módon kéne élni, az álszentség bűnébe esnek, mert én pontosan tudom, hogy közben a magánéletük finoman szólva sem ilyen. És ez világszerte minden oldalon mindig van, ugye lebuknak politikusok házasságtöréssel, stb. Igen, csak ugye nekem, tehát én nekem más a bizonyítási terhem, mert én sosem mondom, hogy így kéne élni. Tehát én a magánéletemben csinálhatok nagyon sok mindent, mert én nem várom el, nekem nincs ilyen jellegű elvárásom a világ felé. De csak arra akartam kiukadni, hogy lehet a szivárványzászlóval szemben kitalálni, úgyhogy én a Skrapfli Fuzsinát is kedvelem, meg sok szempontból nagyra tartom a három királyfi, három királylányt, kitalálni egy ellenzászlót. De ha ebből egy ilyen politikai szimbólumversenyt csinálunk, akkor nem fogunk tudni arról beszélni, hogy mit jelent a posztmodern kapitalizmusban. Férfinek lenni, nőnek lenni, milyen a jó szexuális erkölcs, hogy működnek a családok, tehát akkor nem lehet az érdemi dolgokról beszélni. Ezt én is érzékelem, hogy teljesen elviszi a figyelmet például arról, ami nekem mondani valomban, hogy mondjuk én közvetítsem azt, hogy lehet egy tiszta keresztény életet is élni, és ez mennyi örömet okoz. Mert én sem voltam mindig tökéletesen benne ebbe a tiszta erkölcsi életbe, és éreztem ennek a buktatóit, hogy én nem voltam jól utána, amikor ebből kikitértem kamaszkoromba, úgy valószínűleg sokan mások is keresztényként, és hogy amikor megtalálja úrja az ember Istent, ez mennyire mondjuk tud meg a házasság, mennyire tud örömet adni. Na szóval ezekről nehezen tudunk beszélni akkor, hogyha mindig csak a Pride jön a képünkbe, és próbáljuk így visszatolni. És Magyarországon már évek óta mondják nekünk, hogy hát ez itt nem itteni probléma. És én azt látom, hogy egyre inkább az, most megnézem a Momentumnál a ti leendő, vagy az elnöki posztra jelentkező Kanász Nagy Máté, neki is van videója Momentumnál, szivárványos logó, majdnem az összes Momentumos itt bejelentkezett a Pride kapcsán. A DK-s Dobrev Kára videó hirdetésként jön szemben, nyilván én kattintok ilyen tartalmakra, lehet, hogy azért, de azért meg is mondani, tőle. Akkor mi a új Helyi István? Szóval úgy látom azt, hogy az ellenzéki palette ugye a Jobbik a Mi Hazánkon kívül totál ebbe. Mert a Jobbik elnöke is azt mondta, hogy szeretné képviselni a homoszexuális embereket, ami ő szempontjában egy újítás. Képviselni lehet, hogy nekik is, én úgy gondolom, hogy a jogaikat nekik is lehet most már, hogy mit gondolunk jognak, hogy én a házassághoz való jogot, azt gondolom, hogy a házasság egy férfi, egy nő is ahhoz való jog, vagy nem. Más kérdés, az alapvető emberi jogaikat ugyanúgy egy politikus nekik is képviselje, ezzel is egyetértek, de mondjuk nálatok is az LMP-nél, azt hiszem, Jakab Fuzsina elnökségi tagotok behozta a transz témát, és az európai zöld
pártnak, az ilyen transz zászló van, egy másik zászló neki, az például így nagyban megosztotta. Úgyhogy ezt nem tudom, belül van egy kritizálod, de hogy a politikai közösség ezt meg szeretném majd kérdezni. Mert az én politikai közösségem arra épül, hogy vannak belső vitáink, tehát mi nem egy centralizált párt vagyunk, hanem nagyon sok mindenben vitákat engedünk, és ez egy tipikusan ilyen téma. Tehát, és mi a garancia? Na mondjuk lesz egy választás, és mondjuk van egy olyan ember, aki kiábrándult a kormányból, és azt látja, hogy ebben az összefogásban jön ez a szivárvány cunami, mert azt látjuk, hogyha mondjuk ti kormányon lesztek, akkor egyik miniszter, ugye Donát Anna miniszter, vagy mondjuk te, akkor nem téged mondanám, mert te még ebben mondjuk, hogy legalább a transzfonalat az nem tolnád, és megpróbálnád gondolom kormányon belül megakadályozni, de egy olyan világ jönne, én azt látom, hogy ez így nagyon nehéz így például a kormányon is alternatívát képezni, hogyha ezt a vonalat így lemásolva hozza az ellenzék. És szerintem ezt te is ezt gondolom, így gondolod. Azzal, hogyha tehát a copy-paste politikát én is nagyon rossznak tartom. Én, ha kormányra kerülnék és mondjuk felelnék valamiért, akkor remélhetőleg nem azzal foglalkoznék, hogy mi történik a transz emberekkel, annak ellenére, hogy nekem van egy véleményem, hanem azzal foglalkoznék, hogy a te anyósodnak könnyebb legyen bejutni idős otthonba. Tehát nekem ez egy politikai prioritásom, ez a szem, amit nem tartok annyira fontosnak. Akkor, hogy te se állítanád meg a transzlobbit, akkor már bajba lesz. Szerintem Magyarország egy ilyen szempontból konzervatív ország. De egy konzervatív országban is szerintem irgalommal kell egymáshoz viszonyulni. Abszolút. Tehát emberek, az élet nagyon nehéz az, hogy egy ember kialakítsa, hogy ő hogy érzi jól magát. Az, hogy ő neki ehhez olyan dolgokat kell csinálni, amivel az egy másik ember nem ért egyet, ez, hogy mondjam, az élet alapvető működése. Ha jól tudom, még a keresztény konzervatív közegeken belül is nagyon sok ilyen jellegű vita van, hogy mi fér vele, mi nem. Lehet, hogy a te számodra megnyugvást és boldogságot okozott a klasszikus keresztény konzervatív szexuális erkölcs, lehet, hogy más számára meg a promiszkuitásokhoz megnyugvást és lelki... Hosszú távon. De egy szép dolog, hogy ezt gondolod, meg biztos sokan gondolják ezt, és nekem is változik ebbe a véleményem sok szempontból, de ez nem, tehát én alig nem fogok például erről beszélni, mert számomra ez nem közügy, hogy én erről mit gondolok. Tehát nálam, én elmondtam magamról valamit a magánéletemről azért, mert azt gondoltam, hogy politikailag így tudok a támadás, tehát hogy a támadásoknak így lehet jól megfelelni, de ez se nekem a fő prioritásom, hogy erről beszéljek. Most arról akartam részben erről is beszélni, mert... De én nem is rád értettem, csak mind promiszkuitásra értettem. Értem. Csak azt akarom ezzel mondani, az egészet arra akartam kifuttatni, hogy volt egy nyári, egy ilyen, az LMP pártalapítványának egy nyári beszélgetése, ahol nagyon sok, még tőlünk is fiatalabb ember volt, ilyen 21-23. És beszélgettünk ezekről, erről az egész gender kérdésről, és számomra megdöbbentő volt az, és hogy mennyire csak ezt a nyugati dolgot mondják, mennyire, és semmilyen, úgy, hogy a fogalmakat amúgy nem teljesen ismerik, tehát értelemszerűen én is 18 évesen azt hittem, hogy mindent tudok, annak ellenére, hogy nem olvastam utána, tehát szerintem mindenki ilyen 18 évesen valamilyen szempontból, de hogy, és semmilyen reflexió nincs, és nincsen más közeg, ami ezt valahogy definiálná. Tehát ez az egy definíció van ebből az, mert ugye a YouTube-on azokat nézik, akik így beszélnek, a J.K. Rowlingon kívül tulajdonképpen nem volt ember, és azért ő is inkább az én ideológiámhoz állt közelebb, vagy ő mondjuk nagyon közel áll az én ideológiámhoz, és nem a tiédhez, tehát az egy másik, az egy belső kritika volt ebből a szempontból, sok szempontból. És egyszerűen ez a része számomra is aggasztó volt, hogy nincs más, csak ez. De nem látom azt, hogy úgy, hogy ekkora hihetetlen állami apparátus van, és kormányzat van, és média túlsúly, bármit azon kívül, hogy a Lengyelország, és a kopi végén gondolatot tényleg nem akarom hosszúra nyújtani, de ha már copy-paste-ről beszélünk, én nekem sok lengyel ismerősöm van, és ismerem a lengyel politikai kontextust valamennyire, nem tudok lengyelül, de ennek ellenére próbálom megismerni. Amit a jobb oldalon érzek, az meg a jog és igazságosságtól a copy-paste válasz arra. Tehát az is egy copy-paste a lengyel kontextusnak a behozatala. Ugyanazok a szavak, ugyanazok az érvelések, ugyanaz a fajta hozzáállás van ebben, vagy kezd ugyanaz lenni, régen nem volt, mint ami Lengyelországban volt. Azért az alapvető morális értékek azért sokszor így egy alapon vannak, ugye világszerte, szóval ha ez bejön ez az MBT lobby, akkor azért hasonló érrendszerhez tudunk nyúlni. Mondjuk a stílusát azt remélem, hogy nem veszünk át minden elemet onnan, úgyhogy mert az ott tényleg elmérgesedett a helyzet.
És szerintem az egész Magyarországnak az lenne az érdeke, hogyha ezekről lehetne nyíltan beszélni, hogyha nem, aki mondjuk más gondol, akkor az is mondhassa el. Uh-huh. Ugye vannak, akik be szeretnék tiltani a Pride-ot, és a mi oldalunkon is indítottak petíciót, és kérték, hogy ezt így mi is hirdessük meg, és akkor én például azért nem hirdettem meg, mert hogy nem értek egyet az egész Pride-al, nagyon nem, de mondom, én nem fogom őket, nem tudom őket, és nem is akarom őket megakadályozni abban, hogy vonuljanak. Abban viszont ott leszek, hogyha politikai változást szeretnének, amit én úgy gondolom, hogy a közjóval szembe megy, uh-huh. mivel a közjó szerintem kapcsolódik szorosan a természet törvényhez, ami egy ilyen objektív rend, amit én ezt tartom, hogy egy ilyen van, amikor még mindenféle társadalmi szerződés előtt már megvolt az a rend, és meg is lesz, az, hogy fölker a nap, vagy lemegy, vagy hogy ez így is... És itt ugye arra utalsz, hogy a gyermek az egy férfi meg egy nő szexuális aktusának a következménye, és ez egy természeti tény, ami amúgy tényleg igen, az, igen. Igen, és hogy az embernek a szívében van írva az a lelkiismeret által, és én úgy gondolom, hogy még hogyha így valaki ezt nem is látja, attól még az ilyen alapvető erkölcsi rend az a szívünkben van írva, úgyhogy ez most egy zárójel bezárva. Igen, és nem tudom, honnan indultam el. De nem, értem, tehát szerintem ez egy jó konklúzió lehet, hogy én is azt gondolom, hogyha valamit ne vegyünk át nyugatról, az, hogyha bárki más ebben ellentétes véleményt nyilvánít, akkor az rögtön homofób is, akkor ne lehessen vele leülni. És nem buzítunk, szóval ne homofóbozzunk, ne buzítunk, akartam tehát voltak olyanok szerintem az elmúlt 3-4 hétben, amikor olyan emberek, akiknek amúgy szívük joga elmondani, főleg, hogyha, hogy mondjam, hitéleti dolgokból mondják, amit akarnak, csak ezt is tegyék meg tisztelettel, és az, akinek ellentétes véleménye van, az is tegye meg tisztelettel. Én ebben nagyon hiszek. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően mindenki akármilyen, akárhogy folytatja magánéletét, egy országban élünk, itt élünk mindannyian, mindenki magyar, szeretné, hogy ez sikeres legyen ez az ország mindenkinek, és ezért szerintem fontos, hogy bizonyos szempontból irgalommal tekintsünk a másikra, és fogadjuk el, hogy a véleménykülönbségek ellenére is mindenki, vagy sokan jót akarnak. Igen, ezzel együtt fogok érteni. Akkor ez egy jó végszó volt. Igen. Akkor. Köszönöm.